A DK azt gondolja a nemzetről, a magyarságról, mint kommunista elődeik. Az égvilágon semmit, reagált a kormánypártok kommunikációs igazgatója, Niedermüller Péter újabb ezúttal a nemzeti összetartozás napját gúnyoló gondolatára. A politikus szerint a trianoni döntés következtében a határon túl rekedt magyarok jól jártak. A megnyilvánulást még a DK szövetséges MSZP és a Mi Hazánk mozgalom is elítélte. Akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak, igen, meg azért nők is vannak közöttük. Korábban sem került a botrányos kijelentéseket Niedermüller Péter. A DK politikusa néhány éve a kormány családmodelljének érintettjeit gúnyolta. Erzsébet város polgármestere akkor is kikelt magából, amikor az Írország-Magyarország labdarúgó mérkőzésen az érek George Floydnak a rendőri intézkedések következtében elhunyt többszörös visszaeső bűnözőnek és a Black Lives Matter mozgalomnak tisztelegve térdre borultak, míg a magyar játékosok nem. Niedermüller akkor a magyar futballválogatottat és annak szurkolóit sértegette. Azt írta, na pontosan ezért nem érdekel engem a magyar válogatott, szégyelhetjük magunkat. Ma este Budapesten jobb volt írnek lenni. Olcsó nacionalista demagógia. Ezeket a szavakat pedig a Nemzeti Összetartozás napján osztotta meg, miközben arról értekezett, hogy a trianoni diktátummal még jól is járt az elszakított és határon túrekedt magyarság. A DK politikusa szerint a döntésnek köszönhetik a külhoni magyarok, hogy jobban élnek és jobban jártak azok, akiket Romániához, Szlovákiához és a többi környező országhoz csatoltak. Senki nem járt jól. Még a DK szövetségese, az MSZP is elutasítja Niedermüller szavait. Hiller István, a párt országgyűlési képviselője szerint a diktátummal nem jártak jól a határon túrekedt magyarok. Nem, hogy anyaországi magyarok és a más országba került magyarok, hanem bármilyen furcsa, azok sem, akik más országot, az egykor volt Csehszlovákiát, az egykor volt Jugoszláviát, vagy éppen Romániát tekintették és tekintik hazájuknak. Elmondom, hogy miért. Azért, mert az a béke, ami létrehozta ezt az állapotot, az egy rossz, szakmailag silány minőségű békekötés volt. Nem is csoda, hogy ezek után Niedermüller díjat alapította Mi Hazánk mozgalom a hasonló hungarofóbok tevékenységére való figyelemfelhívó jelleggel. Az ideiglenesen hazánkban állomásozó Niedermüller Péter szerint még hálát is kellene adnia az elszakított, jogfosztott magyarságnak Trianonért. Éccelődött a DK politikusának gondolatain Novák Előd, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Elfogadhatatlan az, hogy már semmi sem szent számukra, és az elszakított honfitársaink tragédiájából, a magyarság legnagyobb tragédiájából is próbálnának örömünnepet csinálni. Pontosan ugyanazt gondolják nemzetről, magyarságról, hazáról, mint amit a kommunista leszármazottaik vagy elődeik, semmit az égvilágon. Semmi meglepő nincs a DK és Niedermüller gondolkodásában. Értékelte a határon túli magyarokkal szembeni újabb támadást a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Egyszerűen nincs viszonyulásuk a nemzethez, a határon túli magyarokról sem gondolkodnak úgy, mint akik magyarok lennének. Ezt tették, amikor kormányoztak, és ezt teszik most is. Egy dolog írható a számlájukra pozitív értelemben, hogy legalább következetesek, tehát ahogy akkor 2004-ben is azt szerették volna, hogy a magyar nemzet része ne legyen a határon túli magyarság, most is ugyanezt akarják. A baloldal politikai gondolkodásából hiányzik a nemzet szó, nem is tudják értelmezni azt, tette hozzá Hollik István.